Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Király Tamás az Ultrahang stúdiójában, pedig Ábrahám Robert, szervusz, köszönjük, hogy ma is elfogadtad a meghívásunkat. Szia, köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat. Napra pontosan egy héttel ezelőtt beszélgettünk, sok víz lefolyt azóta a Dunán, kaptál hideget, meleget, felmondtál a PS-nél, vagy hát a pesti srácoknál, aztán ezt visszavontad, többek között erről fogunk beszélgetni, illetve arról is, hogy az előző interjúknak milyen volt a visszhangja. Ugye a többek között Osváth Zsoltnak az ügyén kapcsán beszélgettünk. Itt jegyezném meg, hogy több hallgatónk is kérdezte, hogy miért nem hívjuk meg Osváth Zsoltot. Megkerestük Osváth Zsoltot, sőt el is küldtük neki a videót, és a szerkesztőbbnek, Tóczenter Lilinek azt írta vissza, hogy kedves Lili, belenéztem, és őszintén azt mondom, hogy nincs hozzáfűzni valóm, de köszönöm a korrektséget. Akkor, hogyha időrendben haladunk, akkor ugye a következő rész az nagyjából az volt, hogy a pestisrácok.hu egy helyreigazítást közölt, nem az általad készített interjúk és tényfeltárások során, hanem hogy szemlézték Norina Diamondnak az egyik nyilatkozatát, amelyben ugye Osváth Zsoltot egy fiatal korúval történt szexuális kapcsolattal vádolja meg. Ezt követően te kiírtad a Facebook oldaladra, hogy annyira súlyosnak tartod azt, hogy a pesti srácok helyreigazítást közöl, hogy ezért felmondasz, hogy ezzel is érzékeltesd az ügynek a súlyát. Miközben ez elvileg nem a hozzád kapcsolódó ügy volt, miért döntöttél úgy, hogy ezt a... Egyáltalán komolyan gondoltad a felmondást? Abszolút, de mindenek előtt hadd kérek elnézést a nézőktől, hogy én mindig Osváth Zsoltot kell hallgatniuk. Én magam is unom már, biztos ők is, de majd rá fognak jönni, hogy ez az ügy már rég nem Osváth Zsoltról szólt, mert rég kinőtt Osváth Zsoltot, és ellen pillanatban épp az évtized egyik legnagyobb hát média botránya kezd felduzzadni, ami majd ebből következik, az majd még érdekesebb lesz. De visszatérve az eredeti kérdésedhez, ugye azt történt, ahogy te is utaltál rá, itt két ügy van. Ezt korábban is átbeszéltük, ezt korábban is nyilvánvalóvá tettük. Van egy ügy, amikor a Norina Diamond megvádolja az Osváth Zsoltot egy FOBO-féle cselekménnyel, ahhoz nekem túl sok közöm nincs. Illetve volt a másik ügy, amiben én úgy keveredek bele, hogy egyébként az Osváth engem hívott meg a lakására, és nekem beszélt erről az ügyről, és ezt most ő maga aktualizálta. Szóval itt tartunk most, és akkor a pesti srácokhoz azt tudni kell, mint a minden más médiumhoz is nagy valószínűséggel, aki leközölte ezt a hírt, vagy átvette, ahhoz elküldte az Osváth azt a kérelmet, hogy igazítsanak helyre, és hogy mondják el, hogy neki nem volt köze egy 16 éves fiúhoz. És akkor a médiumok közül egy sem az ezt az ügyet egyébként kirobbantó magyar jelen, sem pedig az annak nyomán a Magyar Nemzettől, mert mindenhonnan máshonnan átvett médiumok nem közöltek. Mert akkor ők veszek perre mennek inkább. Persze, ez úgy működik ilyen esetben, hogy nyilván először megkéred a szerkesztőséget, hogy léci-béci, hogyha a léci-bécire általában nincs reakció, és akkor utána a bíróságon kell ezt bizonygatni. Na most a PS szerkesztősége, illetve a kiadó, az elolvasva a levelet, azon gondolkodtak, hogy ha perre mennek ezzel az üggyel, akkor vajon hogy lehet az bizonyítani, hogy bár Norina ezt mondta, ő pedig szemlézték, de hogy most volt köztük akármi, vagy nem volt. És akkor azt mondták, hogy egyszerűbb lesz az, hogyha most kiadnak egy közleményt, egy helyreigazítást, és akkor utána majd, amikor eljutunk oda, hogy ebből úgyis lesznek majd még vizsgálatok, meg minden egyéb, akkor majd még nagyobbat fog mindenki majd hoppanni, hogy hát mégsem volt ez hazugság. Ez az ő döntésük volt. De egy másik ügyben ugye én érintett vagyok, és a média kettőt egyben most. És mikor ők kiadták ezt a közleményt, ezt a helyreigazítást, akkor én azt gondoltam, hogy ezzel kvázi elhiteltelenítenek minden hangot, ami ebben az ügyben jelen van. És ez az ügy jelen pillanatban, ez a legkevésbé sem egy volt való világjátékosról szól, vagy hogy miket tett, az a rendőrségre tartozik, hanem ez egy jelenségről szól. És egy olyan jelenségről, ami egy olyan világban keletkezett, amikor egyébként is azt gondolom, hogy a megtévesztés szelleme nagyon sok emberre ránehezedik. És szerintem ez nagyon nem játék. Tehát itt mégiscsak a gyerekekről van szó, és én egyébként apaként ennek pontosan érzem a súlyát. Ráadásul keresztényként is érzem ennek a súlyát. És pontosan tudni vélem, hogy mi zajlik a szörünklettel. Na mindegy, és akkor én az nagyon felháborodtam, próbáltam hívni Huth Gergőt aznap este, mert valamikor este került ki, nem értem el, mint utólag kiderült, hogy pont valami rendezvényen volt, és akkor reggel meg már teljesen mindegy volt, hogy tudtunk beszélni, vagy nem, akkor már megírtam a felmondásomat, ezt elküldtem a főszerkesztőnek, és akkor utána kvázi értesítettem arról a saját közönségemet, hogy tudjanak róla, hogy én eddig hetente publikáltam a Pesti Srácoknál, volt egy saját rovatom, illetve minden pénteken podcast felvételt készítettem részükre, ami az ő csatornájukon jelent meg, és ezt a munkaviszonyomat akkor én most itt beszüntetem, mert azt gondolom, hogy a ellenzéki sajtó ezt a papírt úgy fogja lebegtetni, mintha itt minden az Osváth-tal kapcsolatos vád dugába dőlt volna, és kvázi hiteltelen mindenki, aki ebben megszólalt. És
azt gondoltam, hogy ezt csak úgy lehet komolyra visszafordítani, és jelezni, hogy nem. Itt nem egy lejárató kampányról van szó. Itt nem egy propaganda termékről van szó, ez esetben legalábbis semmiképpen. Hanem itt arról van szó, hogy van egy nagyon fontos ügy, és ezt az ügyet épp próbálják K-Andrésíteni bizonyos média személyiségek. És akkor ugye itt ez gyorsan megírta mindenki a Telextől a 444-ig, aztán amikor kora estére kiderült, hogy akkor maradok, akkor meg újra, hogy felmondok, de aztán azt mondtak úgy, hogy nem mondjak, és akkor én mondtam, jó, nem mondok, ez valami, de ez nem így történt. Tehát ez egy nagyon komoly dolog volt, ezt amikor a Gergőjét megtudták, akkor nyilván Gergő felhívott, és próbálta nekem elmagyarázni, meg el is mondta, hogy ez nem az ő döntése volt, ez kiadói javaslat volt, a kiadó jogászi javaslata volt, és hogy egyébként tisztázzuk ezt a helyzetet, és akkor először mondtam, hogy Gergő, de én ezt a döntést meghoztam, ő pedig mondta, hogy gondold át, beszéljünk erről, mert nem akarták, hogy ez így legyen. Aztán mi még nagyon sokat beszéltünk időközben, levettem a posztot, és mondtam a Gergőnek, hogy jó, akkor átgondolom, addig leveszem a posztot, mert az úgy a fel, és akkor majd megosztjuk, hogy mi történt. És aztán én továbbra is azon az álláspontom voltam, hogy nem. Tehát, hogy... Nem érzed úgy egyébként, hogy ez egy érzelmi, elhamarkodott, hirtelen felindulásból történt döntés volt? Ez az egyik verzió, a B, hogy annyira súlyos ügynek tartotta tényleg ezt a fajta relativizálást, vagy az Osvágy Zsolt bizonyítékoknak az elkenését, hogy akkor meg már tényleg ki kellett volna mellett tartani, hogy ha a kiadó kéri, vagy bárki, nem akkor is. Nem volt elhamarkodott, én ezt átgondoltam, és ezért is mondtam a Gergőnek, ezért nem tudtuk ezt gyorsan meg, tehát ez nem 5 perc alatt zajlott le. És akkor később után ugye megint hívott a Gergő, és mondta, hogy ő eljutatott a média egyhez is egy közleményt, és ő részletesen egyébként feltárja ezt az ügyet, és semmiképp sem engedi azt, hogy engem hiteltelenítsenek el ezzel a dologgal, mert itt közel sem arról van szó, amit ebből egyébként valóban ki lehet olvasni, hogyha mondjuk azzal a szemüveggel nézed, hogy ezt akarod belőle kiolvasni. És akkor mondta, hogy viszont akkor azt kéri, hogy legyek én is korrekt, és vonjam vissza ezt az egészet, és úgy beszéljük ezt meg. És akkor mondtam neki, hogy jó, rendben van, de akkor már kiadták a közlemény, tisztázódott, a Gergő nagyon korrekt viselkedett, cikket ért, minden, oké. Semmi gond, hozzáteszem, hogy egyébként a Huth Gergő 2020-ban ajánlott nekem ugye műsorvezetői állást az akkor induló tévénél, és soha köztünk konfliktus nem volt. Tehát ezt hozzá kell tenni, hogy azért köztünk van egy jó viszony. Szóval itt ez nagyjából az én részem ebben ennyi volt, és ugye voltak, akik számon kérik, hogy hát akkor minek kellett erről nekik tudni? Hát erről nekik nem kellett volna tudni, ezt a saját közönségen felé kommunikálni. Kérdezzék meg egyébként azokat a lapokat, akik annyira fontosnak tartották, hogy Telex 3 cikket írt róla aznap, a 4-4 2-t írt róla. Nyilván azért... De nyilván, hogyha kiírod a Facebook oldaladra nyilvánosan, akkor azt a sajtó megírja. Amivel nincs gond, csak hogy én ezt nem a Telexnek címeztem egy közleményben, hogy juttassák már el Puzsér úrhoz, hogy ő tudjon felháborni, neki miért kellett erről tudni. Nekem van egy saját követőtáborom. Emberek, akik követnek, néznek, kíváncsiak rám. És én feléjük tartozom ez ügyben közlési szándékkal, vagy közlési nyilatkozattal, és nem a Puzsérok felé. Nyilvánvaló, hogyha ezt szemlézik, de azt meg ne rajtam kérje senki számon. A másik meg az, hogy ugyanakkor meg azért is kellett erről beszélni, mert mivel elmondtam, ennek az indítója mégiscsak az volt, és szerettem volna a dolognak a komolyságát visszaadni, és szerintem akkor ennyit erről a dologról, hogyha ezzel bármilyen kérdésed van, akkor meg nagyon szívesen válaszolok. Nem, szerintem menjünk tovább, inkább beszéljünk arról, hogy ugye ott adtál egy interjút múlt vasárnap az Ultrahangnak, ahol szinte egyedül beszéltél a magyar nyilvánosságban arról, ami Osvágy Zsoltnál a te videód esetében történt. És azóta eltelt egy hét, hogy ezeknek a visszhangjai. Ugye itt Osvágy Zsolt nekünk nem akart nyilatkozni ebben a témában, de ugye itt azért... És cáfolni sem cáfolt, az azért tegyük. Igen, csak pont ez a nagyon érdekes, hogy közben megtartja magát az a narratíva, hogy valójában itt semmi törvénytelen nem történt, illetve hogy nem bizonyítható az, hogy akkor 18 éven, hogy tudta-e, hogy 18 éven aluli a gyermek, vagy, igen, és vagy fiatal. Nekem ebben ez a meglepő, és azért mondom, hogy ez már nem Osvágy Zsolt. Tehát nem Osvágy tagad. Tehát már átvették a tagadó szerepétől. Helyette tagadnak különböző médiumok és különböző média személyiségek. Tényleg nem akarok személyeskedni, de most nem. Tehát az ATV civil apályán műsorában úgy konferálják fel a hírt, hogy pont az ellenkezője igaz az annak, mint ami Zsoltról megjelent, ami honnan tudják. A Telex az én ügyem kapcsán úgy fogalmazott, hogy Ábrahám Róbert egy olyan ügyben közzétett helyreigazítás miatt mondott fel, ami meg sem történt. Ők honnan tudják? Tehát ezek tényszerű állítások. Illetve mindenhol azt írják, hogy Osvágy Zsolt ezeket cáfolta. Nem cáfolta,
tagadta. A kettő között van egy lényeges különbség. Tehát amikor az Egri Viktor azt hazudja a műsorában, vagy a Puzsér műsorában, vagy mindkettőben, hogy ezt a felvételt a Pesti TV készítette, és úgy vágták meg, akkor én cáfolom, amikor azt mondom, hogy nem, ez nem így történt. Ez a felvétel Osváth Zsolt lakásán készült, Osváth Zsolt párja készítette, Osváth Zsolt párja vágta meg. Ezt cáfolatnak hívják. Ha azt mondom, hogy nem igaz, ez tagadásnak, de akkor tényszerűen nem cáfolta meg. Tehát Osváth Zsolt tényszerűen semmit nem cáfolt meg továbbra sem. Ez egy fontos pont. Aztán ezzel párhuzamosan zajlik egy elég érdekes vita közted és Puzsér Róbert között is. Ugye te azért a múlt heti adásunkban Puzsér Róbertről is elég erőteljesen fogalmaztál. Mondtam is, hogy azért ezzel óvatosan, mert a kárper is lehet a végeügyét különböző kábítószerekkel hoztad összefüggésbe. Illetve aztán Puzsér Róbert is elkezdte a saját műsorában magyarázni azt, hogy azok a dolgok, amelyeket te állítottál róla, hogy relativizálja a gyermekpornográfiát, stb. Ezek valójában nem igazak. Igen, kezdjük ott, hogy Puzsérrel nekem régóta van egy ilyen, oda-vissza szólogatunk egymásnak, és kétségtelen, hogy ezt annak idején ő kezdte. Azt talán nem is tagadja. Egyszer, amikor személyesen beszéltünk erről a témáról, és a vállamat simogatta, és elmondta 50-szer, hogy persze leülünk, és megbeszéljük, és ezt meg fogjuk beszélni. Ez nyilvánosan volt? Nem, amikor összefutottunk egy irodaházba. Ugye ő konkrétan annak idején úgy írt rólam, holott előtte nem volt köztünk rossz viszony, hogy a kokaincsíkok, meg a kaviáros tálak mellől lázadok. És hát, van ennek alapja, kokainosztál valaha? Dehogyis. Sőt, az a fajta vagyok, hogyha lennének ilyen dolgaim, büszkén vállalom. De ezt tisztáztuk, és ő elmondta, hogy ez... És a kaviára, hogy... Túlzó, meg... Oké, rendben van. Tehát ezt ő kezdte. Viszont azt azért leszögezném, hogy bármennyire elmérgesül köztünk egy-egy ügy kapcsán az oda-vissza szólogatás, azért az a fajta betyárbecsület, az mindkettőnkben jelen van, hogy nem pereljük a másikat. Sem én nem pereltem eddig őt soha, sem ő nem perelt engem soha. Nagyjából mindig megy az adok-kapok, de ez itt meg szokott állni. Most igaz, hogy egy picit úgy érzem, hogy túlment ezen a határon, de azt meg már nem a médiában szeretném én. Tehát azt meg majd a személyeskedős részét, azt majd személyesen mi megbeszéljük. Ugye azért érdekes ez, mert a személyeskedős részével kapcsolatban azért te voltál az, aki kitetted a közösségi oldaladra, hogy megint habzik a szád kuvasz, az elég személyeskedő. Hát csapkodott a levegőbe. Tehát konkrétan én itt tényállításokat tettem a veled készített beszélgetés során. Ezek elég konkrét tényállítások. Például hiányoltam, vagy felvetettem annak hiányát, hogy ebben az ügyben Osváth Zsolt egy közismert valóvilág nyertes jelez meg, mint aki lefizett tájtólagosan a kisfiút, hogy őt húzza csőbe. Na most ez egy elég konkrét állítás. És jeleztem, hogy a sajtó valamiért ezt nem akar észrevenni, nyilván azért nem, mert ők zárni akarják az Osvált, ügyet nem kinyitni, és hogyha megkérdezik esetleg ezt a vévésomát, és ő elmondja, hogy hát ő nem fizetett le senkit, hát akkor az Zsoltinak kedvezőten, ezért ezt nem veszük észre, ezzel nem vitatkozunk, illetve tettem olyan állításokat is, miszerint hagyjuk már ezt, hogy a Bors mit vágott össze, meg mit, mert menjen már fel valaki a Zsolti oldalára, ott a Zsolti oldalán teljes videó, nézze meg eddig egyébként és azért a Jóvan az így csatornának jár egyébként egy elismerés, hogy a Tóth Bettina és a Csoki ugye most beszélgettek erről a témáról, és hát a Tóth Bettina elmondta, hogy vette a fáradtságot, megnézte, és hát azt a videót, azt elmondja, ezt Zsolti töltötte fel, ahol elismeri, hogy történt ilyen cselekmény, az a Zsolti oldalán elérhető, és legalább a Jóvan az így csatorna ezt benne hagyta, és legalább ezt a közlés is közzétette. Na most erről például ők nem akartak beszélni. Tehát a Puzsér volt az, aki inkább elvitte ezt a dolgot a személyeskedő irányba, hogy én kinek voltam a gyakornok, a hol voltam gyakornok 2016-ban, ugye Mágó Istvánnak, de hát ez ebben semmi titok, hát ezt az Indexnek nyilatkoztam annak idején egy cikkbe, illetve Vágó István maga is beszélt róla, és pont azért nem tudott köztünk megmaradni ez a személyes viszony a Pistával, Isten nyugosztalja, mert az ő társasága, és hát ő maga is tagadhatatlan, egy olyan ideológiát mondott a magáénak, ami nem az enyém. És talán ezt akkor tisztáztuk, de most föl lehet ezzel hozakodni, hogy az állítástevővel szemben megpróbálunk személyesen fogást, mert mindent azért, hogy elhiteltelenítsük, de a tényállításaimmal továbbra sem vitatkozott senki. Illetve hát tovább ment ettől. Hát azt mondta, konkrétan megnevezte, hogy én hazudok, és mindezt úgy, hogy levette a szemüvegét, letette az asztalra, hogy még látványosabb is úgy hazudik. És hát csak vissza kell nézni az előző adást, hogy azokat, amiket én az ő szájukból idéztem, azok a mondatok elhagyták az ő szájukat. De egyébként ezzel kapcsolatosan, hogyha megengeded, akkor majd vágjunk már be egy pici össze
szállításra, ahol azt a pár mondatot, amit én idéztem tőle, ő aztán azt mondja, hogy hazudok, azt megmutatom, hogy hogy mondta ki korábban. Akkor nézzük is ezt most meg, és akkor innen jövünk vissza. Oscar hibának, illetve ismerkedésnek minősítette a pedofiliát, hazudik. Most nem azt akarom mondani, hogy minek ment oda, meg mit keresett a Pesti TV műsorában, de ezek szerint ott, ahogy a témák között lavírozol, abból ennyire jól utolérhető a különböző hibád vagy rászedésed. A gyermekpornográfia Puzsér szerint csak ízlés dolga. Hazudik. Felhívnám a figyelmet, nem eljelentéktelenítve ezt a dolgot, mert egyébként egy 30x éves, meg 40x éves ember, az ismerkedjen már legalább 21 évesekkel. Tehát kérnék ennél magasabb ízlés, életkort is, de ez megint ízlés kérdése. Ugye, ami érdekes, hogy Puzsér Robert azt nehezményezi, hogy te a gyermekpornográfiára mondod, hogy azt relativizálja, de hát ugye a szövegkörnyezetből meg a pedofil kapcsolat vagy a... De ez azért nem annyira egyszerű, mert mi mindig kontextusban vannak. Tehát ők mindvégig, amikor ezeket az állításokat teszik, akkor mindig onnan indul a gondolatmenet, hogy az Osváth Zsolt gyermekpornográf ügyét felemlítik, majd abból jutnak el valahova, és kontextuson belül mozognak. Na most ezzel kapcsolatosan ugye mondhatja azt a Puzsér, hogy az Ábrahám Róbert félreértette. Vagy az Ábrahám Róbert nem jól fogalmazza meg, vagy az Ábrahám Róbertnek abban nincs igaz, de azt nem mondhatja, hogy hazudik. Hozzátartozik, hogy egyébként később az adás során ő korrigált, és utána már azt mondta, hogy az ízlés dolgával kapcsolatosan, hogy majd a BTK döntse, de hát itt az Oscar korábban ez egy fontos dolog, hogy ő nem egy jogi minimumot vetett fel, egy erkölcsi minimumot, mert a jog az fix, tehát abban ő nem húzhat minimumot, mert maximumot, és az erkölcsi minimummal kapcsolatban jutottunk el, hogy ízlés kérdése az is, nem ízlés kérdése, és egyébként meg ugyanabban a műsorban, amiben ők visszatekintenek egy korábbi műsorra és a mi ultrahangos interjúnkra, elmondanak engem mindennek, minősítgetnek, de nem ragadják meg az alkalmat, hogy tájékoztassák a hallgatóikat és a nézőiket arra, hogy hát abban a bizonyos ultrahang interjúban én tisztáztam azt, hogy ők viszont konkrétan hazugságokat fogalmaztak meg, hogy akkor még jó hiszemű voltam, és azt mondtam, hogy tekinthetem ezt annak is, hogy mondjuk funkcionális analfabéták, és nem értik maguk sem, amit olvasnak. Ez a jó hiszemű része. De tényleg ez a jó hiszemű része. Most ezt tudom, hogy megint erősen hangzik, de tekintetjük annak. Viszont onnantól kezdve, hogy akkor sem tisztázzák ezt a dolgot, amikor már bebizonyosodik, hogy akkor fogalmazzunk úgy, hogy tévedtek. Ne legyen az, hogy én megint beszólogatok. Fogalmazzunk úgy, hogy miután félreértették, és tévedtek, és egyébként ezzel tulajdonképpen elindítottak egy lavinát, mert rájuk hivatkozva aztán más médiumok is ugyanezeket kezdték terjedni. Tehát ez egy dezinformációs kampánynak az eleje, hogy tudatos vagy nem tudatos, arról vitatkozhatunk, de nem osztották meg a nézők, hogy bocsánat, egyébként mi azt tévesen állítottuk, hogy Ábrahám Róbert és a Pesti TV vette fel ezt az interjút, és ezt a Pesti TV vágta meg, és tévesen állítottuk azt, hogy ez bizonyíték arra, hogy Rogán Antal kérésére a Pesti TV ezt a anyagot átküldte. Ez mind hülyeség, hazugság és rágalom volt, tehát az igazság továbbra is az, hogy Osváth Zsolt vette fel az Osváth Zsolt lakásán, én voltam a vendég, a párja vágta meg, és szarna szétvágták a videót a saját érdekeiknek megfelelően, mondom, erről még beszélgetésünk is van, ahol ezt nehezményeztem, és még úgy, hogy a kis Patrik egyéb más elfoglaltsága mellett, ugye a Zsolti párja, nagy energiát fektetett, hogy úgy legyen megvágva, hogy Zsoltinak ez minél inkább nyerül, még úgyis egy beismerő vallomást tettek közé 2020-ban, és nem az a kérdés, hogy miért van ebből botrány 2000, az a kérdés, hogy miért nem volt ebből botrány 2020-ban. Ez a nagy kérdés. Azért nem volt botrány belőle, mert nem akartak belőle botrányt csinálni. Egyébként ezzel azt mondod, hogy amiből akarnak, abból tudnak botrányt csinálni. Kérdezem ezt azért is, mert láthatóan ugye itt van a K. Endre ügy, ami szerintem ugyanolyan súlyos, ugye Endre bácsi, Kónya Endre, ki lehet mondani a nevét, ugye ő most még tovább görgette, pont a mi interjúnk megjelenése körül derült ki azt, hogy egyrészt még fizetett a gyereknek, még most is befolyásolni akarta, ugye másnap hát a vezetési tanúság, vagy a vezetési képességéről is tanúbizonyságot tett, de ott látom, hogy újságírók vannak folyamatosan a nyomában, üldözik nagyon helyesen. Tehát szerintem ezt kell csinálni. Hogyne. De ugye az egy jobboldali, vagy egy fideszes pedofil ügynek van beállítva. Azt látom, hogy Osváth Zsoltot azért nem ostromolják azzal sem, hogy akár válaszoljon ezekre vagy akár, kérdésre. Hogy megkérdezzék a screenshotok hitelességét, amit korábban elismert. Azért nem, mint hogy korábban is mondta. És nem lehet, hogy valójában az a screenshot ellenmond, csak ezt rögzítsük, a screenshot ellenmond az ő verziójának. Igen. Csak az, hogy Puzsér Robertéknek is azért kicsit, mintha az lenne a narratívájuk, hogy igazából te mondhatsz bármit,
mivel te fideszes vagy, vagy amikor ugye Puzsér Robert reagált a kuvaszozásodra, a akkor ugye azt mondja, hogy az én szám habzik, a tied meg barna emojis, a miniszterelnök Jánosztól, te segnyaló kutya. A kuvasz és a kutya. Tehát ez, erre mondtam azt, hogy ez már az a része a dolognak, amit már én nem szeretnék ilyen internetes üzengetésekkel megoldani, ezt a részét majd elintézzük személyesen, mert ugye volt egy olyan régi gentleman szabály, hogy... Emlész a Starbucksba, vagy? Nem, nem, csak a régi gentlemaneknél ugye volt egy ilyen íratlan szabály, hogy úri társaságban is azért néha elcsattan egy pofon. De ez tartozunk. Egyébként, ha találkoznátok, akkor elcsattan. Nem menjünk bele ebbe az irányba. Tehát ne menjünk bele ebbe az irányba. Azt gondolom, hogy itt már túllépett azon a határon, ami nem lett volna szabad, de én most maradjunk a tényleg. De a kuvaszozás mégiscsak te kezdted. De a kuvaszozás nem ugyanaz a kuvaszozás, a dopentől kapta meg egy repszámba, ami egyrészt a méretére, meg a loboncosságára, meg az indulataira utal. Tehát akkor a kutya és a kuvasz között. A segnyaló kutya meg a kuvasz között azért van különbség. Tehát most az olyan dolog, hogyha ha mit tenni, valaki kisnövésű, és azt elmondjuk, hogy tacskó, az nem ugyanazzal az indítatással van, mint ha valaki azt mondja, hogy segnyaló kutya, de most mondom, ne ez legyen már a központi elem ennek az egész beszélgetésnek, hanem maradjunk ott, hogy Kóny Endre után megy a sajtó jogosan, Osvágy Zsolt után nem megy a sajtó, érthetetlen módon. És a Kónyi Endréről azt a tanúságot vonjuk le, hogy Balogh Zoltán, ha eddig nem, most igazán eltakarodhatna, mert Kóny Endre bebizonyította, nem csak, hogy a világ prikezsiája a csávó, hanem nagyjából azt a képet rajzolja ki, amit hát korábban ugye több ízben a bíróság is kijelentett róla. És hogyha eddig hit az ártatlanságába a Balogh, akkor most jöjjön rá, hogy lemondani, bocsánatot kérni, vezekelni, zsák és hamu, és tűnjön el. Tehát ez ennyire egyszerű. Ugyanaz a sor vár majd egyébként Puzsérékre is ezen úgy kapcsán, mert ugye ott meg ott van az Osvát rejtély. Hát nem, hogy nem üldözik, hanem még azóta eltelt egy hét, mióta én itt voltam nála. Ugye minden, tehát a Telextől kezdve a 4-4-ig mindenki szemlézte az interjút, mert hivatkoztak a felmondásom kapcsán az itt elmondottakra. Hogy nem tették fel azóta sem azokat a kérdéseket, amiket nem nehéz, nem bonyolult kérdéseket, hiteles-e a screenshot? Hol van a VV-soma, az állítólagos felbújtó, hol a kisfiú egyébként, és miért nem cáfolja részletesen Osvát mindezek. Ezeket továbbra sem kérdezi meg senki. Hát tehát azzal az aprósággal sem foglalkoznak, hogy maga Osvát elismeri a saját videójában, és itt volt nálatok valamelyik nap a Latman Tamás úr, egy nemzetközi jogász, aki hát a kormányt erősen kritizálók közé tartozik, és ugye Lukács Adolján felvetésére, hogy értetlenül áll az eset előtt, mert hogy itt ebbe az ügybe hát Osvát maga beismerő vallomást tett, arra vonatkozok, hogy megtörtént, csak arra nem, hogy tudta, hogy hány éves. És a nemzetközi jogász is úgy fogalmazott, hogy ez így van. Ez így van. Tehát elismert, hogy itt ez a beismerés, ez valós, és nem a Bors videója alapján, az Osvát oldalán közzétett és elérhető videó alapján. De akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy én tévesen, mondjuk tévesen gondoltam azt, hogy ők relativizálni vagy kívánják a Osvágy Zsolt gyermekpornográf vágyát. Akkor hogy lehet az, hogy abban a műsorban, amit azért készítettek, hogy reflektáljanak ezen állításokra, nemhogy visszavonták volna az állításaikat, hanem tettek egy újat. Egész pontosan a Puzsér mellett ülő, hát ilyen non-player karakter srác, ilyen NPC divatosan mondva, tehát hogy ott volt, hogy ott legyen, de nem volt különösebb szerepe. Ugye ő belemegy abba, hogy azért a 30 pluszos férfiak, 16 éves, nem tudom, a tinédzserekkel, vagy pontosan hogy fogalmaz viszonyát, azt azért nem minősítsük már pedofíliának, vagy egész pontosan már nem tudom, hogy szöveghű szeretnék lenni, úgyhogy inkább keressük majd meg utólag, és akkor tegyük már be ezt a részt is. Ráadásul abban sem vagyok biztos, hogyha egy 30 éves ember egy 16 éves kamasszal mondjuk összejön, akkor arra feltétlenül rá kéne sütni a pedofil jelzőt minden esetben, vagy legalábbis nem ugyanaz a kategória, mint amikor valaki egy ráadásul egy tanárdiák, vagy egy főnök beosztott, vagy egy rendező színész, vagy igazgató, nem tudom, diák viszonylatban, függési viszonyban sokkal fiatalabb. Ebben relativizálást vélnek felfedezni, de teljesen igaz, amit mondasz. Tehát, hogy itt ugye gondolhatnánk azt, hogy oké, de ő csak egy NPC mondott valamit, de az Oscar megerősít, hogy egyetért vele. És ezzel az a gond, hogyha megnézik Osvágy Zsoltnak azt a videóját, amit ő annak idején készített, amikor volt ez a Bite Zsolt, ugye, amikor ő is 15 éves, 16 éves fiúkkal lépett kapcsolatba, ugye ez a... Talán ez a videó is megvan nálad, ugye?
Elérhető az Osvágy Zsoltól, tehát ugye már ilyen bejátszós, hogy játszunk, mutassuk meg azt is a nézőknek, hogy aztán majd Puzsér levegye a szemüveget, letegye, most... és mondja, hogy hazudik, hanem akkor nézzük. Akkor most egy újabb mozizás. Egyébként megfejeli azzal, hogy aki pedofilnak rágalmazza őt, azt azonnal bepereli. Tehát még neki áll feljebb, ugye? Ő az, aki még itt kritériumokat szab. Úgy, hogy ő állt ki a TikTokon a nyilvánosság elé, a gyerekek elé, hogy közölje, hogy mi a helyzet. De tanár úr, kérem, mégis pontosan mit várt, amikor ön úgy gondolta, hogy többnyire a tinik által látogatott TikTokon kvázi egy felhívást tesz közzé, hogy 14-től 18 évesig az ön szíve bizony nyitva? Hát elmészte abba a részben önlábú kaporbajszos mozdonytestő jókurva édesanyádba, de komolyan mondom. Tehát, hogy ne őrüljünk már meg, könyörgöm. Én komolyan mondom, hogy remélem a büdös életben nem engedik iskola közelébe. Semmi, de hát, hogy még portásnak, takarítónak kerítést festeni sem, baszki. Tehát azért, mert ebben az országban valamit még szabad, az nem biztos, hogy morálisan helyes. Aztán jön a konzekvencia a jobb oldalról, hogy hát nyilvánvalóan minden buzi pedofil. Még ha jogilag nem is vagy az, azért valljuk be, eléggé penge élen táncol a bácsi így morálisan, nem? Igen, visszajuk, és mi mindig folytatom, én mindig gondolatban vagyok, hogy... Hát nem én mondom azt, hogy pedofília morális értelemben ez az egész, hanem ezt maga Osvárt minősíti annak, és egyébként nálad is, meg számtalan más helyen elmondtam. Osvárt Zsoltot nem pedofíliával vádolják, Osvárt Zsoltot gyermekpornográfiával vádolják, az screenshotok alapján, illetve a másik ügyben, ami ez nekem nem túl sok közön van, abban meg ilyen efebofil cselekménnyel, ami sajnálatos módon nem bűncselekmény Magyarországon. Tehát itt tartunk, és csak szeretnék emlékeztetni arra, hogy Somos András hullája még ki sem hűlt az ATV-nél. Tehát őt azért rúgták ki, ha emlékeznek rá a nézők, mert beszélgettek a kalettáról, és akkor jogi alapon kijelentette a Somos, hogy a kalettát sem pedofiliáját ítélték el. Ami hát jogi alapon megállt. És Somos András ügyvéd is, tehát ott tehát szerencsétlen jogászkodott, igen. Hozzátéve, tehát a kalettát véletlenül sem mentegetve. Ez egy beteg állat. Nem csak kérdés, más a jogi kategória. És nem a Fidesz ítélte pénzbírságra, a bíróság ítélte pénzbírságra. A bíróságnál lehet reklamálni, szerintem jogos. A Kocsis Márti is egyébként kérte, hogy az pont az ilyen esetek miatt szigorítsák a törvényt, de most megint nem a Fideszről szól ez a dolog. Somos Andrásnak mennie kellett, amiért jogi szempontból kétségbe vonta a kaletta szemben megfogalmazott pedofil bűncselekményt, és tehát kötött az ebetek arról, hogy az nem pedofil bűncselekmény, hanem valóban jogilag gyermekpornográfia. Pontosan az, ami a Osvágy Zsoltot jelen pillanatban, aminek gyanújában Osvágy Zsoltot ketten is feljelentették. Na most véletlenül sem azt akarom mondani, hogy hogyha a Somost kirúgták, akkor ugyanezért rúgják ki a Puzsért. Én ezt abszolút nem támogatom, mert másrészt meg nem is látom esélyét, és nem is lenne következetes. Tehát őt nem rúgták ki azért sem, meg nem volt belőle botrány, amikor ugye rólam azt mondta, hogy én a francia forradalmat csak ne nagyon kritizáljam cigány létemre, mert ha nem lett volna forradalom nekem a mocsárba, vagy a tőzegföldön, vagy tőzegek között lenne a helyem. Ez majdnem olyan jó, mint a kutya. Igen, tehát ezért sem volt probléma, hogy azért sem volt, amikor a Schifferendást listára vette, hogy zsidó, amikor azt mondta, hogy a mi hazánknak már van saját zsidója is, ugye utalva Schifferre, ebből sem volt különösebb probléma. Hát abból se legyen már különösebb probléma, amikor éppenséggel ugyanazt elkövetik, mint a Somos András, és ugyanúgy azt mondják, hogy hát ez ne legyen már, ezt nevezzük már pedofíliának, tehát hogy akkor legyünk következetesek, és akkor ez jó van így, tehát hogy ez belefér ott a... De egyébként most jut eszembe, ha már Spirit FM. Hát volt ott a Tasnádi András, ugye a korábban a Puzsérnak volt a fegyverhordozója, meg hát akkor ment oda, amikor a Puzsér megvádolta a német Sándort, mint tulajdonos ezzel azzal amazzal, majd jelentkezett munkáira a Spirithez, és akkor ugye vitt az egész pereputyot, ebben volt a Tasnádi is, hát a Tasnádi is kutyának nevezett. Tehát, hogy egyébként ez nekik... Hogy mondjam, lehet ez a beceneved ott. Igen, ez egy bizonyos körben, és most nem akarom megnevezni pontosan milyen kör, bár nyilván a szoftnácikra gondolok, ez úgy tűnik, hogy ez dívik. Tehát ők még mindig abban vannak, hogy vannak bizonyos fajok, amiket egyébként nyugodt szívvel lehet kutyázni, dehumanizálni, ez tökre rendben van. Csak egy gondolat, hogy én azért érzem magamat egy kicsit nehéz helyzetben, mert ugye látom magam előtt azokat a kommenteket, hogy miért nem hívjuk Puzsér Robertet. És az a helyzet, hogy nálam egyszer ugye volt, és az elmúlt évek során mi többször tettünk kísérletet arra, hogy meghívjuk. Egyébként mindig el is fogadta a meghívást, csak soha nem ért ide. Volt olyan, amikor elvileg Zaránt Péternek hívták akkor Puzsér Robert menedzserét, az ő neve onnan lehet ismerős, hogy ő volt Márki-Zay Péternek a kampányfőnöke, és ott ment a vita, hogy most az Zaránt
Brent Péter értette félre az interjú meghívást, vagy a Puzsér nem ért ide, úgyhogy akkor egy pár nappal később úgy volt, hogy újra jön, aztán akkor sem jött, és azóta nekem meg van egy ilyen, hát hogy mondjam, morális dilemmám, ami lehet, hogy csak az én morális dilemmám az egész magyar sajtóban. Egy kicsit messzebbről kezdem, hogy az én kedvenc újságíróm, aki szerintem Magyarországon a legjobb interjúkat készíti, az Nagy József. Mindent elolvasok tőle, a 24.hu-nak az újságíró, egyszerűen irodalmilag is élmény az ő interjúit olvasni. És ő volt az, aki néhány évvel ezelőtt Demszky Gáborral, aki láthatóan nagyon rossz mentális állapotban volt, interjút készített, és ott az valóban szerintem felvetett egy súlyos morális kérdést, hogy egy ilyen állapotban lévő emberrel lehet-e interjút készíteni. És nekem ugyanez a dilemmám van Puzsér Róberttel kapcsolatban is, akit megmondom őszintén, én az átlaghoz képest szerintem jóval kevesebbet nézek, pontosan azért, mert nem vagyok abban biztos, hogy egy ilyen láthatóan, legalábbis lehet, hogy mondom szubjektív, de hogy én úgy látom, hogy nagyon rossz állapotban van a művész úr, vagy nem tudom, hogy művész úrnak kell nevezni, és nekem tényleg nagy kérdés, hogy egy ilyen állapotban lévő embert lehet-e mutogatni képernyőn, illetve szerencsése az, ha belehajszolják különböző olyan szituációkba, amiből aztán láthatóan még rosszabb állapotban lesz. Vagy ez Puzsér Róbert esetében egy szerep, ez a rossz mentális állapot, és akkor teljesen belefér, csak akkor meg ki kell mondani, hogy szerep. De mondom, ezek egy részben úgy a dilemmáim, hogy én azért olyan nagyon szorosan nem, vagy nagyon közelről nem ismerem Puzsér Róbertet, és emiatt van az, hogy én egy kicsit így óvatosabb vagyok. Ezt most azért mondtam el ilyen hosszan, hogy ha valaki kérdezi, hogy miért nem hívjuk Puzsér Róbertet, akkor nagyjából ez az íve ennek a történetnek. Én nagyon szívesen kitérek egyébként erre a kérdés is, de ha már a meghívásokat említetted, csak a legutóbbi mutatnám meg, ugye volt az a korszak a magyarságnak, fogalmazunk így, amikor hát ketté lett osztva az ország, és akkor az egyik fele az bőszen háborúpártivá vált, az orosz háború kitől, a másikat meg ugye, akik azt mondták, hogy hát a háború az nincs az a kontextus, amiben egyébként egy idegen háború, amiben támogatható lenne, tehát amikor nem a saját hazádról van szó, és ugye akkor én a Puzsérnak felajánlottam tök tisztelettudóan, ez 2022-ben történt, hogy személyesen akkor beszélgettünk, ez az az eset, mikor a vállamat simogatta, és felajánlottam, hogy üljünk le, és akkor beszéljük, hogy tényleg úri emberekhez méltóan, érvekkel, ellenérvekkel, és a szokásos volt. Ez a Puzsér Róbert munkatársaként válaszolok levelére. Róbert ezúttal nem fogadja el a meghívást, így erre egy későbbi 2023-as időpontban térjünk vissza. Igen, azt ugye nem kell csetelnem. Igen, azt nem kell csetelnem, hogy azután sem lett. 2023-ban sem lett ebből semmi, és 2020-ban sem lett. Igen, nálunk annyival volt bonyolult, hogy meg volt beszélve, hogy mit tudom, 2-16 óra, igen. És tehát a valóság az, hogy amióta köztünk van ez a konfliktus 2020 óta. Én azóta nyitott voltam erre, egyszer főhívott a Mandinel, amikor volt ez a bőszájú cigányozás a rádió, hogy mit gondolom, elmondtam, hogy azt gondolom, hogy a szólásszabadságba ez is beletartozik, és megkérdezték, hogy hajlandó lennék ezt megvitatni Puzsérrel a kamerák előtt, az ő meg, mondtam, hogy ha ő egyébként hajlik rá, én nagyon szívesen, sőt, mi beszéltünk is telefonon a Puzsérra, és hát azt sem vállalta, ezt sem vállalta, egy év múlva próbáljuk meg, akkor majd talán lemerülni. Nem ül le soha, tehát hogy itt ennyi. Hogy milyen állapotban van ő mentálisan, most hogy mondjam, ez bizonyos fokig az ő magánéletének a része, hogy milyen mentális állapotban van, de ugyanakkor meg jól látható, hogy azért csak a közéleti tevékenysége kapcsán ő folyamatosan ért meg kudarcokat, és ezt nem bántásból, ezt a legőszintébben mondom, az saját megosztott interjúiból tudom azt, hogy a gyermekkora meglehetősen nyomasztó volt, és hát lelkileg megtört. Ezért én nagyon együtt érzek vele. Én tudom, milyen a nehéz gyerekkor, attól függetlenül, hogy nem mondom ezt el senkinek, de mindegy. És ebből a megtört lélekből lett az, hogy egyszer csak ő figyelmet kapott. Nagyon szórakoztató jelenség volt, amikor a Csillagszületékbe bekerült. Rendkívül szerettem őt, a humora nagyon helyén való, nagyon a kedvemnek tetsző humor volt, és hirtelen megkapta azt a szeretetet, amit korábban nem. És ebben a szeretetben az a veszélyes, ebben a hirtelen megkapott szeretetben, hogy a szeretet nem akarod elveszíteni, és nem akarsz visszakerülni az ezt megelőző állapotodba. És a Puzsérszeg társadása így kezdődött el, amikor a Csillagszületék véget ér, és a közélettel kezd foglalkozni, kultúrával kezd foglalkozni, napi történésekkel kezd foglalkozni, eleinte még egy fényes elmélyt láthatunk. Tehát nagyon jó meglátásokat közül, nagyon éles a nyelve, végre felrázza ezt a pocsványos média szereplőkkel kitűzdelt magyar nyilvánosságot, és végre mer egyenesen fogalmazni, akár sietőn is sok esetben,
de közben a tábora egyre duzzad, és ez a tábor bizonyos kérdésekben őt számon kéri. Én ezt láttam a kézben. Na és én pont itt láttam a felelősségét, akár a sajtónak, akár a társadalomnak, hogy tehát szabad-e belehajszolni egy embert, akinek láthatóan van egy saját traumája, stb. Mondom, ez egy sokkal mélyebb dolog ennél, de hogy bele lehet-e hajszolni egy embert az őrületbe? Mert én egy kicsit ezt látom. Igen, és ha megengedett, csak hadd fejezem ezt olyan rövid módon, mert szerintem ez a kérdés, ez tök legitim. Egy bizonyos kérdésekben a nézői számon kérték. És ő valahogy annyira fontosnak tartotta, hogy az ilyen posztok után következő poszt következett magyarázó poszt. És eljutott arra szinten, amikor ő már nem azt mondja, amit gondol, hanem azt mondja, amit hallani akarnak tőle. És ez odafajult, hogy valójában a közönség meg tőle várja az iránymutatást, és mind a kettő a másiktól fél, hogy mit gondol, és eljutottak arra a szintre, hogy nyugati fény színvonalú megjegyzéseket tesz. Tehát amikor van a választás, a legutóbbi kétharmad, ő akkor valahol Tájföldön, mit tudom én, mit csinál, és akkor kirak egy ilyen nyugati fény színvonalú mémet, és ezt kell betudnunk az ő nagy szabadságharcának. Tehát átment egy idő után ilyen nyugati fény színvonalba, és nem veszi magáról észre, és bigottá vált. Tehát már az érvek nem érdeklik. Neki már dogmatikája van. És szépen lassan meg ugye folyamatosan, ahogy halad előre az időbe, egyre többször kerül magával szembe, tehát nézd meg, először ugye azt mondja, hogy kritizálja, még a Anetka TV-ben dolgozott, amikor kritizálja a mainstreamet. Bekerül a mainstreambe, és az ilyen tehetségkutatókba, majd ugye számon kérik, hogy hát eddig kritizáltad, most meg jó, meghekkelte a bulvárt. Oké, értjük, tovább lép, és szépen lassan hány olyan úton megy keresztül, amikor a reklámot kritizálja, majd amikor saját könyve jelenik meg, akkor mindenhol felmész a Facebookért, és gyakorlatilag egy szuper infó lett az oldalából a könyvvel kapcsolatosan, akkor számon kérik, akkor ő felháborodik, de hát milyen neki, milyen nem lehet, amit másnak lehet, megint ellentmondás, és hát a legutolsó, ezt nem akarom hosszú rengeni, a legutolsó ellentmondás az ugye éppen az volt, hogy az ATV-t elkezdte minősítgetni, de nem akármilyen módon, a tulajdonosi kört elkezdte minősítgetni. Majd amikor ő meg a Brancsa lehetőséget kapott, akkor hirtelen ez a kritika elhalt, egyik napról a másik, és azóta sem még cincogás szinten sem kerül elő. És azért kerüli a vitát, azért kerüli már bizonyos személyekkel a személyes összecsapást, mert tudja jó, hogy ezekre a kérdésekre nem fog tudni választani. És ahelyett, hogy inkább belemenne, hogy inkább legyen egy pici konfliktusom a közönségemmel, de nem fogok elvakultan mozogni, ahelyett inkább ezt az utat választotta. És ez viszi őt abba a közegbe, ahol most látott. Tehát egy bizonyos szinten a szeretet droggá válik, és oly mértékben függővé válsz tőle, hogy annak megvonásától hátfájdalmaid vannak, meg remegsz. És ezt láthatjuk. Hát, és egyébként hozzáteszem, hogy bármennyire is egyébként az utolsó megszólalása miatt kétségkívül haragszom le, de egyébként őt magát és azt a fajta egyébként nagyon üdítő szellemet, ami valaha volt, én azt nagyon sajnálom. Nekem ilyen ízlésbeli problémája, de ha csak ízlésbeli dolog lenne, az mert hogy szerintem attól, hogy valaki hangosan kiabál, attól még nincsen igaza, és én egy kicsit, de mondom, ezt azért nehéz így, mert nincs itt, de neki is elmondanám, hogy én azért érzem egy kicsit, hogy mondjam, az ő tevékenységét nem feltétlenül üdítőnek, mert egy kicsit olyan, mint egy sósav, amit hogyha bármikor, bármiből beleöntünk, akkor sósavvá válik, és ízlés, meg kulturális dolgokban, akár jó kulturális termékeket is, hogyha ő szid, akkor azt utána emberek tömegei veszik át a saját gondolatukként, idézik a saját igazságukként, és a legjobb ételbe is, ha belerakja a sósavat, akkor evhetetlenné válik, és egy kicsit én ezt érzem, hogy a Magyarországon a magyar társadalomnak különböző termékeit, akár értékes termékeit is indokolatlanul mérgezi az ő szubjektív véleménye alapján, amit aztán önálló gondolatokkal nem rendelkező emberek erőszeretettel idéznek, mert hogy az olyan trendi, megértelmiségi dolgokat. Ő lett a Starbuck lette. Tehát ha te Magyarországon azt a látszatot akarod kelteni, hogy te értelmiségi körökben tartozol, akkor a Starbuck latte mellett kell, hogy kövesd, és egyet kell, hogy érts a Puzsérra. Csak ez nagyon veszélyes, mert és akkor egy gondolat még erről az egész gyermekmegrondásos történetről, aztán egy picit hadevezzek át egy másik irányba, amiről befejeznénk. Tehát kezdjük ott, hogy nézd meg, amikor megtörténik ez a kegyelmi ügy, akkor kiszabadítja ki
ezt a szellemet a palaszból, hogy a pedofiliát tegyük egyébként politikai fegyvernemmé. Hát tavaly, amikor volt ez a horrorisztikus és megrázó pedofil bűncselekmény, ami hát a Szikrához köthető, meg részben a Partizánhoz is az érintettek nyomán. Hogy köthetődik a Partizánhoz? Hát ezt nem most fejteném ki, de hogy egyébként a... Csak azért kérdezem, mert ez is jogilag azért necces lehet, hogyha... Nem, ez nem necces, ez tényállítás megint csődő, de majd ezt ki fogom fejteni. De hogy látványosan nem készített ebből a Fidesz plakátkampányt. Látványosan nem tett ezt. Igen, a Kocsis Máté többször is kiadta a Jámbort, hogy legalább nyilatkozzon már, hogy hát mégiscsak a Szikra mozgalomhoz köthető az a hölgy, akinek az élettársának a lakásán ezek a dolgokat megtalálták, meg egy részüket egy ott vették föl, de nem volt látványos politikai kampány belőle, azért, mert volt egy szint, ami alá nem megyünk. Ezt a szellemet kiengedték a palacból. És amint észrevették, hogy ez a szellem először őket fogja felfalni, hiszen nem gondoltak bele, de bármi meglepő, hát a liberális értelmiség, meg a liberális sztárok között, hogy jelen volna az erkölcstelenség, meg hát a gyermekekkel, hogy? Hát nyilvánvaló, magától értető, de hát eddig is tudta ezt mindenki, csak ki nem mondták. Felkapcsolták a szobába a villanyt, és ahogy észrevették a szörnyeket maguk körül, akkor azt mondták, hogy álljunk le, ez nem szabad, és már olyanokról beszélnek, hogy hova vezet az, hogyha most már a pedofília a közbeszéd része, egyetértek. No, de azokat az eseteket, amik időközben erre a pedofil radarra felkerültek, amely radart, ők kérték a társadalmat, hogy nyissuk már egy ilyen pedofil radart, és ebben konszenzus volt, nyissuk meg ezt a radart, és ahogy észrevették, hogy a radar őket mutatja, akkor kapcsoljuk le a radart, azonnal kapcsoljuk le, hát nem így megy. Ugye most már a bulvár sajtó Lakatos már kérintettségéről is hát beszél. Erről akartam beszélni, hogy a nagyon jó, hogy ezzel előhozakodsz, hát a Lakatos már kérintettségéről, mikor beszélnek, akkor arra úgy hivatkozik a sajtó, hogy bement maga egy, hát fogalmazzunk úgy, hogy áldozata, vagy hát végül nem történt meg a dolog, csak próbálta. És ugye személyigazolványa a lakcímkártyával vállalta, hogy bíróságon is helytáll, és megmutatta az üzeneteit, végig lehet, nyomon lehet követni, és többször elutasításra és többszöri közésre, miszerint ő kisfiú, nem áll Lakatos, és tovább megy ezen az úton. Tehát megjelent egy ilyen történet. Bocsánat, Lakatos már mit nyilatkozott az ügyben? Semmit. A Lakatos meg Facebook oldal jelen pillanatban elérhetetlen. A minden felületén meg letiltotta hozzá. Miért nem nyilatkozik? Hát egy ilyen fontos ügyben miért nem? Úgyhogy az odakint szörnyek járnak tüntetésen, ő is részt vett. Ugye? Hát meg az egyik arca volt, reklámarca. Hát felvetődik a kérdés, hogy ilyen ügyben nem kellene, és akkor a múltkor ugye beszéltünk a másik botrányáról, amiben csak azért mennie kellett nagyon helyesen, mert csak hallgatólagosan végig hallgatta, ahogy valaki relativizálja a pedofíliát, tehát nem olyan szinte, hogy részt is vesz benne, meg hozzáteszi a végén, hogy teljesen igazad van, mint ahogy az előbb ugye idéztük Oszkárékat, nem pedofíliáról, hogy gyermekpornográfiáról van szó, fontos elmondani, néha már én magam is összekeverem a kettőt, de hogy ez fontos. Hát azért nincs túl nagy száfolat ebben az ügyben, mert lehetséges, hogy igaz. Nézze már meg valaki, hogy egyébként a különböző magukat és maguk függetlenségére büszke sajtóorgánumok hányszor számoltak be a Lakatos Márk esetéről például. Tehát itt nem arról van szó, hogy összezár egy bizonyos szellemi kör és védi egymást foggal körömmel, amivel nem volna baj, ha nem a gyerekekről volna szó, és a múltadásban, vagy nem múltadásban, de pár nap előtti adásodokban, Adorján nem csak azért van barátom, hanem egyébként én kívülről néztem az ő beszélgetést. Nagyon jól fogalmazott, ő azt mondta, hogy ő azt hitte, mikor Potyondiék kiálltak a színpadra, hogy itt kijelenthetjük, hogy akkor a gyermekek védelmének nincs tovább színe, nincs politikai színezete. Tehát itt akkor most azt állítják a Potyondiék, hogy eddig a Fidesz tűzte a zászlójára, és most már ők is a zászlójukra tűzik, és ő ezt örömködve fogadta. Egy társadalom egyesítő. A többi a gyermekek ellen elkövetett bűncselekmény, igen, egy társadalmi egyesülés történt, és nincs tovább színe a gyermekek elleni erőszaknak, megrontásnak, bűncselekményeknek. És azt látjuk, hogy nem így van. Azt látjuk, hogy nagyon is van színe, és azt látjuk, hogy nem csak, hogy elhallgatnak bizonyos eseteket, hanem beszállnak abban a médiájukkal, manipulálnak, dezinformálnak, és itt eltelenítenek mindenkit, aki megszólal ebben az ügyben. És mondom, hogy másfél hét van egyébként hátra ahhoz, hogy a nagy nyilvánosság is részletében menőleg megismerhesse mindazt, amiről eddig csak itt beszélgetünk felületesen. Akkor ez azt jelenti, hogy vannak még olyan részletek, amik ezek után jönnek ki? Már rég. Hát én elmondtam neked is, meg máshol is beszéltem róla, hogy mi erről dokumentumfilmet készítünk, mert korábban elkezdtük a Skandinávia gyermekeivel, aztán rátértünk a magyar vonalra, és időközben jött ez a botrány, és hát ezeket az ügyeket mi feltártuk, és ugye mondtam neked, hogy maga Osváth volt az, aki
egy elszólásával megmondó kulcsot adott minden elítélyezés. Ő már rég lefutott ember, tehát ennyit szeretnék azért közölni. Ő már rég lefutott. Egyébként még egy fontos dolgot, hogy már rég megjelent a sajtóban, hogy Osváth Zsoltot mivel vádolják. Sőt, már feljelentés is történt. Azt szerinted ez egy normális dolog, hogy az Amerikai Egyesült Államok nagykövete meghívta az amerikai nagykövetségre azt az embert, akiről már a sajtóból nyilvánvalóan értesült, hogy mivel... Hát egy magasrangú diplomata az, talán ha megkérdezed erről a Nógrádi urat, ő talán ezt jobban el tudja mondani. Én ezt kívülállóként gondolom, laikusként gondolom, hogy egy magasrangú diplomatának azért nagyon figyelnie kell arra, hogy még gyanúban sem keveredhet rossz hírű emberekkel, hogy őket vendégül látja, vagy velük beszélhet. Mert hogy ez számon kérhető később, és ez akár diplomáciai botrányhoz is vezethet. Hát az Osváth Zsoltot ennek ellenére meghívták, és csak szeretném leszögezni, hogy ebben az esetben a mai viszonyokat figyelembe véve én ebből gondolhatok arra is, hogy a Pressman meghívása egyben egy ukázis lehetett a magyar nyelvű amerikai sajtónak, ugye én így nevezem a globalista sajtót, hogy Osváth Zsolt történjen bármi, kerüljön bármibe, kik kell mosdatni. Osváth Zsolt védett személy. Mert érdekes mód, bár ez csak egy teória, de érdekes mód ezzel rímel mindaz, amit a Telex, HVG, amit a Puzsérék, amit az Egri Viktor, és amit a többi ezen az oldalon harcol, és értenie kell a nagy közönségnek, hogy az amerikai nagykövetség az a globalisták karmelitája. Tehát amikor azt mondják, hogy jobboldali személyeket összemossák a karmelitával, meg hogy a karmelitába igazítják el őket, ha ez így van, akkor tudniuk kell, hogy nincs ez másként, de az amerikai nagykövetséggel sem. Csak az egyikben magyar megy magyarhoz, magyar érdek miatt, a másikban meg magyar megy, nem magyarhoz, amerikai érdek miatt. Ez egy súlyos különbség. Akkor végezetül egy utolsó témát még felvetnék visszatérve Puzsér Robertékre, mert ugye most az Ultrahang is kapott tőlük ilyen enyhe fricskát az igen színvonalas Ultrahangnak nevezve, ahol a Nógrádi Gyuri bácsik, Bogár Laci bácsik, és tehát, hogy ők elemeznek, és azért, és közben pedig láthatóan ők egy eléggé markánsan talán az atlantistánál már túlzottabb atlantista vonalat is visztek, amivel egyébként nincs nekem személyesen gondolom, mert szerintem minden vélemény érdekes, de hogy például látjuk, hogy orosz-ukrán háború esetében is mennyire ellentmondás nem tűrő narratívákat nyomnak. Emlékszem, hogy azt azóta is a kommentelők nagyon szeretik hozzánk bekommentelni, hogy tévedni nógrádi dolog, ezt így Puzséréktől származik, és akkor ott összeszedtek olyan állításokat, amelyekkel kapcsolatban azóta egyébként szinte a legtöbbről bebizonyosodott, hogy vagy a küszöbén táncolunk annak, vagy hogy azok a folyamatok, tehát hogy az idő azért mégiscsak a Nógrádi tanár urat igazolja összességében, de hogy itt orosz-ukrán háború kapcsán is, minthogyha lenne Puzséréknak egyfajta ilyen nagyon sajátos világnézet, ami nagy kérdés, hogy ez egy saját világnézet, vagy ezt akkor esetleg tényleg a baloldal karmelitájából kapják ezeket. Hát akkor kezdjem ott, hogy nagyon sokan alul értékelik a bizonyos liberális véleményvezéreknek a háborúval kapcsolatban kialakított véleményét. Azért értékelik alul, mert az európai közösségben igenis az értelmiségi réteg az, aki beszélő fejként nap mint nap kommunikálja az aktuális történéseket az átlag médiafogyasztó felé. És ugye az történik, hogy Magyarországon, ha valaki a háborúval szemben elhelyezkedő álláspontot foglal el, bármilyen téren, tehát csak azt mondja, hogy hagyjuk a morális részét a dolgoknak, és nézzük gyakorlati szemmel, hogy ott a proxy háborúból egy harmadik világháború tör ki, hát akkor az tényleg mindennek a vége, akkor az orosz párti éppen ezért hiteltelen, éppen ezért az ő szava nem él. Akkor kiknek a szava él? Hát azoknak a szava él, akik hát nem orosz pártiak. Ki, aki nem orosz párti? Hát nyilvánvalóan a balliberális értelmiség. Na, ők nem orosz pártiak. És ők voltak azok, akik elaltatták az európai lakosságot, mert hogyha az európai lakosság nincs elaltatva, és nincs nekik az megadva, hogy hát ez az elvárt, ez a jó, ez a morál, akkor ezek az emberek, amikor szóba kerülne az például, hogy Ukrajna kapcsán franciák meg mindenféle németek, mindenféle nyugati csapatok megjelenjenek Ukrajnába, akkor leváltanák és elzavarnák a saját vezetőiket. És ezt tették volna akkor is, amikor mondjuk
Rómában már nem tudtál megmozdulni a menekültektől, Londonban nem tudtál megmozdulni a menekültektől, Párizsban nem tudtál, és ebben nincs semmi, hát furcsa lenne, ha az én számból rasszista kijelentések, nem erről van szó, csak minden nemzetnek megvan a maga helye, meg a maga térsége, hogy hol jó neki, és ott, hogyha problémában van, akkor illik rajta segíteni, ez egy elvárható dolog, no de az, hogy összekeverjük szándékosan a kultúrákat, a vallásokat, a nemzeteket, az nem egy elvárható dolog, és azért nem szólt a lakosság, és azért nem lázadt fel, mert a tévében, rádióban, újságokban a beszélőfejek elaltatták őket. Tehát ott tartunk, hogy jelen pillanatban családok arról beszélgetnek, hogy jó lenne jó tablettát beszerezni. Megnézzük azt, hogy mi a teendő egy atomtámadás esetén. És úgy jutottunk el ide, hogy az előző elnöknél, ugye Trumpnál, ezek az emberek atomháborút vizionáltak, pusztulás, nem tudom, mindent a világon, és ehhez képest a legnagyobb problémájuk annyi volt, hogy éppen újra nyitnak egy szénerőművet, vagy nem nyitnak újra egy szénerőművet. Ma pedig ez azt, tehát családi ebédeknél asztali téma, hogy kell helyesen fogyasztani atomtámadás esetén a jó tablettát, és mi mindig ott tartunk, hogy még mindig a morál, még mindig a hazudozás megy, és mi mindig hallgatnunk kell, hogy Oroszország milyen ezzel szemben, Ukrajna milyen, és a valóság az, hogy bármennyire fáj bárkinek, a Nógrádi tanárúnak abban rettenetesen igaza van, hogy az orosz meg az ukrán nagyjából ugyanaz, mind a kettő hazudik, mind a kettőnek diktatúrikus eszköztára van, ezt pedig már én teszem hozzá, csak az ukránoknak sokkal jobb a propagandája, mivel merítenek a nagy amerikai propagandából, míg az oroszoknak ezzel szemben nincs tudatipara. És éppen ez... Hogy hát házon belüli tudatiparuk talán van, tehát országon belüli. De hát a nyugati belüli, világra ható nincs. És még egy gondolat, mert sokan ezt is mindig kétségbe mondják, mikor én megemlítem, pedig igazat mondok, hogy amikor a Puzsérék azzal érvelnek, és azért mindig a Puzsér, mert ő a reklámarc ennek a rétegnek, hát ő a reklámarc, amikor azzal érvelnek, hogy hát nem, hát a hatalommal, mindig a hatalommal szemben kell helyet foglalni, és lát, tökre igaza van, csak Magyarország már rég nem önálló egység, hanem egy nagy egésznek a része, amit mi nyugati világnak hívunk, és hát ennek a nyugati világnak hát kétségkívül, hogy Magyarország az egyik leggyengébb része, és amivel szemben áll. Jóval nagyobb, mint kétharmados többséggel áll szemben, hát az az igazi hatalom, hát azzal szemben mikor mer majd Puzsér Róbert lázadni? Mikor mer azzal szemben kritikát megfogalmazni, és nem ilyen felületes, ilyen lát, vagy ilyen mutató kritikát, hanem valójában, ami a napi életünket, a napi történéseket befolyásolja, mint például a fegyverek és katonák küldés Ukrajnába, egy ilyen kérdés. Mikor mer megfogalmazni? Soha. Mert hogyha meg mer fogalmazni, szembe kerül a mára már ilyen DK Jugendnek kinevelt kommentáborával, és akkor onnantól kezdve meg, hát akkor elveszít a szeretetből. És hogyha ő veszít a szeretetből, akkor az neki nagyon rossz, és akkor ezért cserébe inkább vesszen a világ, csak Osváth Zsolt, meg a Puzsért körülvevő szeretet, az ne sérüljön. Ábrahám Róbert, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. A kedves hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, arra kérünk mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra, és hallgassák továbbra is az Ultrahang Pluszt és az Ultrahang csatornáit. Mindenkinek szép napot kívánok, viszontlátásra, viszonthallásra.